A baktai futballcsapatra soha nem volt jellemző a holt szezonban a nagy jövésmenés, és ezen a szokáson ezúttal sem változtattak a vezetők. A legutóbbi bajnokságban bronzérmes együttestől senki nem távozott, visszatért viszont Túrkevérről Szabó Gábor, és érkezett Nyírgyulajból Sitko Ádám. Illés László játékos edző így önmagát is számolva 18 futballistának tart edzéseket már egy hónapja. A kemény fizikai melót azt lehet mondani, azt elvégeztük. Látszik most a játékosok állapotán is, ugyanis a társaság háromnegyede az térden jár, a másik egynegyede pedig kisebb-nagyobb sérülése, húzódással bajlódik. Remélem ennek meg lesz az eredménye. Az elkövetkező időszaknak lesz ugye az a feladata, hogy taktikailag begyakoroljuk a különböző figuráinkat, illetve felfrissüljünk, hogy rajta készek legyünk. A csapatkapitánya, a magasabb osztályokban is megforduló Kozma József sokadik felkészülését kezdte el baktai színekben. Minden felkészülés persze, még ennyi idősen is nagyon motivációt jelent. Hát mindig jönnek új játékosok, kicsit változik az öltöző, úgyhogy ezt nem lehet megunni. Illés László szerint a visszalépő Nyírmada nélkül is erősnek ígérkezik a megyei első osztályú bajnokság. Én úgy gondolom, hogy a Nyírmadával egy kicsit úgymond szegényebb lesz a bajnokság, ugyanis egy támadó focit játszó csapat távozott el, viszont azok a csapatok, akik felkerültek, egy rutinos nagy ecsed, tele jó futballistával, egy igazán beerősítő sényő, akikkel nagyon-nagyon számolni kell, illetve ugye a Máté Szalka az egy kicsit a csoport számára úgymond ismeretlen csapat lesz, de fiatal, ambiciózus labdarúgóik vannak, tehát a felkerülő csapatokkal úgy gondolom, hogy lesz verseny az első 5-6-ba kerülésért kőkeményen. Az pedig, hogy ott kinek hogy jön ki, azon fog múlni, hogy ki hogyan tudja megtartani a formát, kinek minél kisebb periódusé lesznek negatívak. A Baktalórendháza már túl van 4 edzőmeccsen, a Rajtik pedig még a Balkány, a Fehérgyarmat és a Tuzsér ellen lépnek pályára Kozmáék. A nyitófordulóban Ibrányban vendégszerepel Illés László együttese.